Sziasztok! Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Szeptember 14-e. Az egy portál nap. Az azt jelenti, hogy a mi földünk kapcsolatban áll a plejádokkal. Ez egy finom energiamező, ennek van mindig gyógyító ereje, azon kívül itt kinyílik szimbolikusan egy kapu a spirituális terület felé. Az, hogy mikor van egy portálnap, azt a maják számították ki. Erről a maja naptárról beszámolok naponta a Facebook oldalamon. Dendera Susanna Medici. Ezen az estén, szeptember 14-én tartok egy szertartást. Ez este 11 órakor indul. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, erről beszámolok ebben a felvételben. Mint említettem, a forrás az a maja naptár. Ebben a maja naptárban van 20 hullám, vagy rezgés. Egy ilyen rezgés 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, a 13-as szám szerencsét hoz. Ez a portálnap szeptember 14-e, ez a 12. nap a második hullámban. Ez azt jelenti, hogy vannak ötletek, vannak tervek, és ez megvalósítható. Lesz külső befolyás, lesznek kapcsolatok, lesz segítség. Tehát, ha van egy elképzelés, akkor most indíthatsz, hiszen ez megvalósul, és megkapod a szükséges segítséget hozzá, meg lesznek a jó kapcsolatok. Ez a nap jelentheti azt is, hogy aláírsz egy szerződést, és ez előnyös lesz számodra. Megvannak az alapok. Ebben a maja naptárban vannak szimbólumok. Ezen a portál napon, szeptember 14-én Csikcsán uralkodik. Csikcsán lefordítva egy kígyót jelent. Ez látható a képen. Ez a kígyó jelenti a megújulásokat, a változásokat, a transformációt, hogy valamit magad után hagysz, és lesz egy újjászületés. Amit Csikcsán ez a kígyó még jelenthet, ez a gyógyító erő. Ha beteg voltál, vagy valaki a családban, akkor most ezen a portál napon megvan a gyógyító erő. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, egészségügyi témákkal foglalkozol, és megvan a lehetőség most arra, hogy kapj egy munkahelyi szerződést. Hiszen ezen a napon lehetnek ötletek, tervek, és ez lehet egy szerződés aláírása is, kapsz ajánlatot. Lehet, hogy nem ezen a napon, de a következő napokban ez bekövetkezhet. Amit ez a kígyó még jelent, ez a szexuális téma. És kihat természetesen a párkapcsolatra. Hogy itt megvan a bizalom, a szeretet, a testi közelség. Összefoglalnám, hogy mi a téma, ennél a szertartásnál mi a téma ezen a portálnapon. Megvan a gyógyító ereje. Megvannak a lehetőségek
egy spirituális területen aktívnak lenni. Megvan a gyógyító erő, vagy lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és vannak lehetőségek. Lesznek kapcsolatok, szerződések, a tervek megvalósíthatók, és ez az energia kihat a párkapcsolatra is, különösen ami a szexuális témákat illet. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!